A Tóvárosi Általános Iskola volt az újabb állomása a több mint 10 éves városrészi tematikus szűrőnapoknak. Az önkormányzat az egészségfejlesztési irodával karöltve azért indította el az ingyenes kezdeményezést, hogy minél többen részt tudjanak venni a szükséges egészségügyi vizsgálatokon. Mészáros Attila, a városrész önkormányzati képviselője elmondta, köszöni azoknak az orvosoknak, nővéreknek és önkénteseknek a munkáját, akik segítenek az egészségnap lebonyolításában, valamint örömét fejezte ki, hogy ekkora érdeklődés övezte az egészségügyi programot, hiszen ez is azt bizonyítja, hogy a városban élők szeretnének tenni az egészségükért. Az egészségfejlesztési iroda koordinálásával komoly lehetőség és rendszer alakult ki e tekintetben a városban. Most éppen Tóvárosban szerveztünk, hiszen itt nagyon sokan élnek, és szeretnénk, hogyha a prevencióra minél többen oda figyelnének. Ez a legfontosabb célja ennek a mai napnak, hiszen nyilván az időben felismert betegség az könnyebben és gyorsabban orvosolható és gyógyítható, mint a későn felismert. A mostani alkalmon is nagy volt az érdeklődés, hiszen minden hely megtelt. De mint Keresztúri Lászlóné, a Székesfehérvári Egészségfejlesztési Iroda szakmai vezetője mondja, a remek helyszínnek is a már évek óta működő logisztikának köszönhetően ismét sikeres volt a lebonyolítás. Egy lakótelepre menni, egy lakótelep közepén levő iskolába azért az egy mindig egy nagy kihívás, nagyon nehéz szelektálni a jelentkezőkből, és nem egyszerű beosztani, de reméljük, hogy mindenki, aki szeretett volna, annak sikerült bekerülni erre a szűrőnapra. A legközelebbi egészségnapot Palota városban tartják május 25-én az István Király Általános Iskolában.